Üdvözlöm Önöket, a heti TV híradóját látják. Itthonról. A Fidesznek addig éri meg az Európai Néppártban maradni, amíg az nem áll át teljes egészében a bevándorlás pártiak oldalára, mondta a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter. Rogán Antal hangsúlyozta, a kormánypártnak addig kell a néppárton belül harcolnia Európa megújításáért, amíg van esély arra, hogy annak segítségével olyan európai vezetőket választhatnak, akik képesek a bevándorlás megállítására, valamint a határok és a keresztény kultúra megvédésére. A tárcavezető megjegyezte, úgy látja, most van lehetőség erre. A mi célunk végső soron Európa megújítása, fogalmazott, majd hozzátette, az európai vezetés Jean-Claude Juncker irányításával kudarcot kudarcra halmozott az elmúlt 5 évben. A két legnagyobb kudarcként említette, hogy a britek kiléptek az Unióból, a migránsok, a bevándorlók pedig tömegével bejöttek. Megerősítette, a kormány március 15-én véget ért tájékoztatási kampányában azért mondták el, milyen titkos tervek lapulnak a brüsszeli fiókokban, mert attól tartanak, hogy ezeket a májusi EP választás után elő fogják venni. Az MSZP azt követeli, hogy a Fidesz vetesse le Trócsányi Lászlót az európai parlamenti választási listáról, jelentette ki Bihal Dávid, az MSZP elnökségi tagja. Az ellenzéki politikus azt mondta, hogy a Fidesz EP lista vezetője orosz fegyverkereskedőket hagyott futni azzal, hogy nem az amerikaiaknak, hanem az oroszoknak adta ki őket. Az Európai Néppárt Manfred Weberrel és Orbán Viktorral együtt hiteltelenné válik, ha nem követelik Trócsányi távozását a Fidesz EP listája éléről, tette hozzá. Mihal Dávid Orbán Viktor miniszterelnököt Putyin EU-s helytartójának nevezte, aki Putyin listájával készül az Európai Uniós választásokra. Hozzátette, Orbán Viktor politikája miatt Magyarország az elmúlt években olyan messze jutott az EPP-től és annak alapelveitől, hogy már az egész Unió és az egész Nyugat szégyenpadjára került. A Demokratikus Koalíció hétfőn az országgyűlés elé terjeszti 7 plusz 1 pontos családvédelmi akciótervét, közölte az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese. Arató Gergely azt mondta, évről évre kevesebb gyerek születik Magyarországon, már csak nem 500 000 magyar ment külföldre, és minden hatodik magyar gyerek már határainkon túl születik. Hozzátette, Orbán Viktor miniszterelnök 7 pontos családvédelmi programja nagyon kevés, és egyébként is jó módú családoknak nyújt csak segítséget. Az ellenzéki politikus közlése szerint a DK elnöke Gyurcsány Ferenc által 2 hete bejelentett 7 plusz 1 pont azokra a problémákra válaszol, amelyek leginkább foglalkoztatják a magyar családokat. A DK azt követeli, hogy vonják vissza a rabszolgatörvényt, hosszabbítsák meg a kilakoltatási moratóriumot, és törvényes garancia legyen arra, hogy kisgyermekes családok nem kerülhetnek az utcára. Tóta Péter Joel vezető tábori rabbi az 1848-49-es forradalom zsidó kötődéseiről beszélt a Heti TV Pirkadat című műsorában. A rabbi megemlékezve az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról megjegyezte, ekkor még a magyarországi zsidóság nem rendelkezett egyenlő polgári jogokkal, mindezek ellenére mégis annyira magyarnak és nemzethez tartozónak érezték magukat, hogy sorra léptek be a nemzetőrségbe, vállaltak különböző feladatokat a nemzet szabadságáért. Külön kiemelte Tóta Péter Joel Löw Lipótot, aki egy híres prágai rabbi család leszármazottja volt. Ő az, aki először vitte be a magyar nyelvet a zsinagóga falai közé, hiszen magyarul prédikált. Tábori rabbiként is szolgált, majd a forradalom bukása után börtönbe is került. Szabadulása után került Szegedre, ahová eredetileg nem nagy kedvel ment, de később az ottani tevékenységéből nagyon sokat profitált a város, a helyi és a magyarországi zsidó közösség egyaránt. Hozzátette, a tábori rabbi az ünnephetén több megemlékezésen is jelen volt, megjegyezte azt is, minden alkalommal arról beszélt, hogy mennyi a hasonlóság a polgári magyar állam megalapítása és a zsidó nép történelme a Tóra mondatai között, hiszen ez utóbbi is az államalapításról, a helyes út megtalálásáról szól, no meg az emberek hozzáállásáról. A Tórában is szerepelnek például kémek, de a szabadságharcban is, mint József Roszovics, aki Jelasics seregei után kémkedett. Külföld. Az új-zélandi kormány 9 perccel a Christchurchi mecsetek elleni támadás kezdete előtt kapta meg a merénylettel gyanúsított ausztrál szélsőséges kiáltványát, mondta Jacinda Ardern miniszterelnök. Azon mintegy 30 ember között voltam, akik megkapták a támadás előtt 9 perccel elküldött manifestumot, mondta a kormányfő. Az e-mailben elküldött kiáltványban nem szerepelt a támadás egyetlen részletesen, még az sem, hogy Új-Zélandon hol fogják elkövetni.
A kormányfő hivatalának illetékese elmondta, hogy az elektronikus levelet sürgős megjelöléssel 2 percen belül tovább küldték a parlament biztonsági szolgálatának. Ardern hivatala korábban megerősítette, hogy a levelet számos médium és más politikusok is megkapták. A mészárlással gyanúsított 28 éves ausztráliai férfit, aki ellen szombaton tömeggyilkosság miatt vádat emeltek, nem fogják kiadni Ausztráliának, mondta Ardern. Minden bizonnyal az új-zélandi igazságszolgáltatás előtt kell felelnie az itt elkövetett terrortámadásért, tette hozzá. Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök szerint a brit EU-tagság megszűnésének feltételeit rögzítő megállapodás elfogadása nélkül Nagy-Britannia talán soha nem lép ki az Európai Unióból. Jeremy Corbyn, a legnagyobb brit parlamenti ellenzéki erő, a munkáspárt vezetője ugyanakkor azt jósolta, hogy az eddig kétszer is nagy többséggel elutasított Brexit megállapodást az alsóház a jövő hétre tervezett harmadik szavazáson is elutasítja. A Sky News brit hírtelevíziónak nyilatkozva Corbyn utalást tett arra, hogy a Labour ebben az esetben bizalmatlansági indítványt nyújthat be a kormány ellen. A munkáspárt tavaly már kezdeményezett egy bizalmi szavazást May kormánya ellen, ez a kezdeményezés azonban akkor elbukott. Vasárnap mindazonáltal a brit kormány 2 minisztere is egyenes utalást tett arra, hogy a jövő héten csak akkor lesz újabb szavazás a Brexit egyezményről, ha addig sikerül biztosítani az elfogadáshoz szükséges alsóházi többséget. Ellenzéki élőláncot mondtak vasárnap a tüntetők a belgrádi elnöki rezidencia köré, miután átszakították a rendőri védelmet és egészen az épület bejáratáig jutottak, tudósított a Politika szerb napilap. Az épületben nem törtek be, ellentétben a szombati eseményekkel, amikor a tüntetők a televízió székházába is behatoltak, ahonnan a rohamrendőrök végül kiszorították őket. A tüntetők célja, hogy Alexander Vučić elnök ne tudja elhagyni az épületet. Az ellenzék Vučić lemondását és új választásokat követel. A tüntetésen megjelent az ország korábbi külügyminisztere, az ellenzéki néppártot vezető Vuk Jeremic is, aki azt követelte, hogy az elnök jöjjön ki és beszéljen a polgárokkal. A korábban az ENSZ közgyűlésének elnöki tisztét is betöltő Jeremic azt mondta, komoly fenntartásai vannak az autoritár rendszer kiépítése felé haladó Alexander Vučić kormányfővel, akinek vezetésével Szerbia inkább távolodik az EU-tól és a demokráciától. Szerbiában hetente újulnak ki a tüntetések, amelyeken a szerb haladó párt vezette kormányt azzal vádolják, hogy propaganda fórumán silányította az állami médiumokat. Belgrád szívében leállt az autós forgalom a tüntetések miatt. 5. választott közvetlenül államfőt Szlovákia, 1999-ig a parlament döntött az elnök személyéről. A szombati első fordulóban a liberális progresszív Szlovákia jelöltje Zuzana Kaputova került az élre a szavazatok 40,57%-ával, aki a 2 hét múlva esedékes második fordulóban a szociáldemokrata Smer jelöltjével, az Európai Bizottság alelnökével, a 18,66%-ot elérő Maros Šefčovičjal fog megméretkezni. Ez egyben a legnagyobb arány, amit szlovák elnökjelölt elért, s azt csugalja, alig ha hoz változást a második forduló. Kaputova ugyanis minden megyét megnyert, a városokban tarolt, Pozsonyban 60% felett teljesített. A magyar jelölt Bugár Béla 3,1%-a egyértelműen azt jelzi, hogy a felvidéki magyar lakosság is hit Kaputovában. Több magyar lakta járásban is nyert a jogásznő, és sok helyen második lett Bugár mögött. Az ő nyitottsága lehetővé tette, hogy nyugodt szívvel tudjanak az esélyesre szavazni, nem kényszerültek az etnikai keretek között mozogni. A 45 éves jogásznő a 2017-ben alakult Progresszív Szlovákia mozgalom alelnöke. Civil aktivistaként, környezetvédőként a Pozsony melletti Pezinok szemétlerakó leállításával vált ismerté, amiért 14 éven át harcolt jogászként. Véleménye szerint a legmagasabb hatalmi pozíciók egyöntetű férfi képviseletét ellensúlyozni kellene a női elemmel, mert ez is a megegyezéshez járulna hozzá. Támogatja az azonos neműek házasságát és azt is, hogy az ilyen párok gyermeket is örökbe fogadhassanak. Az amerikai külügyminiszter Libanonba, Kuwaitba és Izraelbe is ellátogat majd, ahol Benjamin Netanyahu miniszterelnökkel is találkozik, majdnem közvetlenül az izraeli választások előtt. Mike Pompeo március 19-e és 23-a közötti közel-keleti körútjának nem titkolt célja, Irán negatív befolyásának visszaszorítása a régióban. Mindegyik helyen más-más a küldetésünk, de egy közös, mégpedig az, hogy segítsük ezeket a nemzeteket az iráni iszlám köztársaság elleni erőfeszítéseik fokozásában, nyilatkozta a külügyminiszter a Fox amerikai televíziónak.
Egy washingtoni sajtótájékoztatónak külügyminisztérium egyik vezető tisztviselője kijelentette, természetesen van egy régión keresztül ívelő célunk, hogy korlátozzuk, visszafogjuk és végül megfékezzük az iráni erőszak rosszindulatú jelenlétét, befolyását és tevékenységét a térségben. A tisztviselő hozzátette, ebbe beletartoznak a libanoni, szíriai, iraki és jemeni csapataik és az ezekhez kapcsolódó szövetséges katonai erők is. Egy ember meghalt, többen súlyosan megsebesültek egy ciszjordániai fegyveres merényletben. A merénylő a szemtanúk beszámolója szerint az Ariel telepesvároshoz vezető bekötő útnál az ötös úton a kereszteződésben megkéselt egy ott őrködő katonát, majd elrabolt a lőfegyverét és tüzet nyitott az ott autójukban utazó izraeli civilekre. Később a Tel Aviv felé vezető úton több arra elhaladó autó utasaira rálőtt, és elrabolt egy autót, amivel tovább hajtott az úton, a következő Avisar Gitai nevű kereszteződés felé. Ott is lövöldözött, megsebesített egy katonát, és tovább haladt Barkan ipartelep felé. Az izraeli biztonságiak lezárták a környékbeli palesztin falvakhoz vezető bekötő utakat, valamint Barkan gyártelep kapuit és a rádió tűzharcról számolt be az iparnegyed környékén, ahol a telep rádióban megszólaló biztonsági vezetője szerint főként palesztinok dolgoznak. Legutóbb tavaly októberben történt terrormerénylet Cisziordániának ezen a részén, akkor egy palesztin merénylő agyonlőtt két izraelit és megsebesítette egy harmadik alkalmazottat. Gazdasággal folytatjuk. A magyar iparban óriási igény van technikusokra, mert nem csak magas szakmai tudást képviselnek, hanem szerepet vállalnak a középszintű irányításban is, mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzésért felelős alelnöke. Bihal Tamás felhívta a figyelmet, hogy a szakképzésben a szakmai tudás folyamatos megújítása alapfeladat, a minél magasabb szintű szakmai tudás pedig alapvető elvárás. Látható, hogy sok szakmában egyre magasabbak a követelmények, ezt az iskolarendszerben is követelni kell, tette hozzá. Bihal Tamás kiemelte, a kamara egyetértésével a kormány 5 éves technikus képzés kialakítására tett javaslatot, ahol az elméleti ismereteken túl a konkrét gyakorlati szakmai tudást is biztosítja a fiatalok számára. A technikus képzés bevezetését majd rendeletek szabályozzák. Végül a várható időjárásról. Hazánkban ma délelőtt jellemzően erősen felhős vagy borult lesz az ég. A Tiszántúlon lehet szakadozottabb a felhőzet, a Dunántúlon többfelé várható eső. Délután a Dunántúlon borult, csapadékos lesz az idő, a Tiszántúlon a több órás napsütés várható. A szél napközben élénk északnyugati lesz, hajnalban 6-11 fok várható, a hőmérséklet csúcsértéke 6-18 fok között alakul. Késő este 3-8 fok lesz. A mai napon hideg front érkezik térségünkbe. Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a brayerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!